Ezek még rohangálnak itt mi? Valami van? Ó, baszta, ó, geci, zsírpapa, már be is baszta. Te elég keményen, öcsém. Jó, be is mehetünk fel a picsába itt a vége is. Ó, geci, láttad? Aha. Gumi, hogy fogy egyébként? Hogy fog, vagy hogy fogy? Hogy fog. Komoly. Itt ezt ütötte szét a ferikát, hogy mindenből ki van a víz. Szóljak itt az embernek, vagy? Gondolom ki... Visszajövök, a versenyautóba vagyok. Jó? Hello? Kell van? Zsírpapa eléggé bebaszta a ladát odafönn. Most előttem egy perccel, úgyhogy szólni kéne. Én hiába, nem, ember így bambul. Szépen bebasztam, ahogy bele volt állva a fába. Pofával beleállt, mi? Aha. Na, csak nincs bajuk, bazd meg. Hogy megy ez a geci kocsi, mi? Ocskosul megy, bazd meg, mi? Aha. Szakulva. Szakulva élet. Az meg pillanatok alatt 170, hallod? Nézed az órát? Na, néztem előtt. Azt a kurva, nagyon megy bazni, nem? Aha. 34-es szűkítő. Aha. Dugd be a hangot, jó? Hallasz? Én hallok. Akkor jó van. Várjál, óra. Jó, meg van húzva? Mennyire? Dőlj előre? Mennyire tudsz előre dőlni? Sok. Húzd meg magadnak? Húzd meg, húzd meg. Ezt. Úgy még jobban. Megyünk előrébb, Joe. Szerintem jó. Mehetünk? Bunkott cipőbe nyomult ide egyszerre minden pedált. Így ilyenkor tök normális az autó. Ha ezt be van kapcsolva, akkor lesz hülye. Hallottad most ilyen sírt, felsírt, hogy beindulnak ezek a pumpák. De most még nem csak akkor fölgód, akkor kezded durrogni. Azt egy padlógázt, akkor elkezd. Csak nem fog nagyon komolyan indulni, mert szétbassza a kuplungot, de óvatosan azért kell. Jó. Vesz a belső kamera is.
már nem dugom. Na nem mondtál semmit? Nem mondom, hagytalak koncentrálni. Jó, de nem úgy, meg se szólaltál, hogy... Ügyes vagy. Jó, nem, de az autó milyen? Jó. Itt is hány nap, vagy mi van? Az hát, így, nem? Igen. Az. Előbb is hányt nálam is a izé. Te bírod? Én bírom, nekem semmi baj. Azt mondta a srác is, az három kör után izé. Hányt a Szilárd. Szóval rossz volt a kolbász. Még egyet, nagyon rövid ez, nem? Aha. Mert nincs benne kanyar, az a baj, tudod? Aha. Az igazi kanyar. Nem akarom szétégetni se a gumit, mert az én esőgumi, és aha, a másik az még tízszer így fog tolsz végtávon. Aha. Azon csajosan csúszkál. Hol nincs senki. Nem rúgjuk fel az ARS, csak amikor az anyag ezt felkapcsolom, és amikor először padlót nyomok, akkor kapcsol be. Uh-huh. És onnan még ilyen 1-2 másodperc, hogy működik. Szóval most is elindulunk, tudod? Igen. Majd kb. A másodikat váltom, akkor fog csak működni. Uh-huh. De akkor ez az igaz. Jó, csak hogyha egy 11 szét teszel mindent, 500-szal indulni. Persze. Ezt lemegyük, még aztán remegyünk a Joe-val haza, vissza. Mondtam már. Jöttek holnap is? Holnap versenyezni az. És miért nem enged? Mehetünk? Leizélték a pályát. Csajok itt vannak? Nem, nincsenek. Itt egy drón. Megfigyelik, hogy 500-szor előztem a zárvonalon, meg minden szaron. Tehát holnap lesz az igazi pálya, sőt inkább vasárnap van az igazi rally pálya, jobb, igazibb. A büdös ez a Lada. Jelkezik, hogy följ. Menjünk vissza, hagyj, ennyi elég, nem Joe? Bocs ki, aha.
ki. Mi? Jó, az hülyeség, nem neveztem. Rajta? Nem, semmi név nélkül neveztem. Na megyünk, mert nincs senki benne előttünk. Jön valami? Mehetek? Rajtott emberek megírni már. Az fogy az autó. Letoltam azt a sírtet. És jó, hogy nincsenek ennyien. Igen, a Kitty is elvette, pont jókor jöttünk. Az ARS ettől durog, de ja. Csak amikor az első padlógázt adtad, akkor kapcsolódik be, úgyhogy most amikor váltom a kettest, akkor ott fog működni, csak ez a durogás rajtnál azért jól segít, de persze. Nem biztos, hogy kötele muszáj ilyenkor 500-szor dobnak fölfelé. Így, és mostantól van. Hát nagyon túl egyszerűbben is se kanyar, semmi ízé. És az csak a tesztrét és holnap a verseny. Aha, persze, sokkal hosszabbak azok. Hogy csak teszt van, ma nincs is egyáltalán verseny? Nincs. Nyomom a pedál, hogy nem fér el az a munkócipőm. Így lehet ezzel, hogy így mész a fűbe, semmit nem számít ennek. Igen. De minden kanyar ki lehet egyenesíteni. De annyi fényképet csinált rólam. Ez a csatlós, most látom. Kamerát meg ki kell kapcsolni a Joe-nak. Fölvett titeket. Szerintem itt maradtak lenn. Hol a Joe?